Éruin traktátus 60-as lapját fogjuk olvasni. És folytatunk egy tegnap megkezdett témát. A tegnap megkezdett téma az volt, mi a helyzet a létrával? Jákob létrája. Mi az a létra? Már nem Jákob létrája, hanem a fizikai értelme vett létre az egy kapu, egy ajtó, az egy nyílás, vagy egy fal. Ha egy falhoz oda van állítva egy, egy létre, akkor ha azt mondom, hogy a létre az egy kapu, akkor például ez egy kiáratnak számít, és ez befolyásolhatja, hogy hogyan kell érúvat csinálni, hogyan kell szombathatárt meghatározni. És itt a szombathatárt meghatározni, nem, azt nem befolyásolja, hogy hogyan kell érúvat csinálni. Ha azt mondom, hogy a falhoz állított létre az nem nyílás, akkor az a fal továbbra is fal. És ezzel kapcsolatban a tegnap azzal fejeztük be, hogy Rav azt mondta, hogy, vagy pontosabban, eh, igen. Igen, igen, igen. Pontosabban, igen. Rav azt mondta, hogy a létra az lehet ez is, lehet az is. Időnként úgy tekintjük, mint egy eh, Bejárat, kiárat, egy nyilás, időnként pedig úgy tekintjük, mint valami, ami e, továbbra is e, fal, vagy nem töri meg a falnak a státuszát. Például, e, ha ez e, van egy város, aminek egy bejárata van, e, de a másik oldalán, a másik végén a falhoz van állítva egy létre akkor ezt a várost már úgy tekintem, minthogyha két bejárata lenne. De tekintetem úgy is, mintha az nem lenne egy bejárat, hanem a továbbra is egy bejárata lenne a városnak, és akkor viszont lehet egybe csinálni az éruvot az egész városban. Ugye ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az az, hogy mondjuk van két udvar és a két udvar szeretném összekötni egy érúvval, de a két udvar között nincsen bejárat vagy átjárás, csak egy létrán keresztül, Boker Tov csak egy létrán keresztül, akkor tekinthetem úgy, hogy a létre az egy bejárat, kiárat. Tehát mindig le cool -e, mindig a, azt a megközelítést követem a létra megítélése kapcsán, amelyik az én helyzetemet javítja. Amelyik, meg, eh, en, amelyik, az engedékenyebb megközelítés. Ha az engedékenyebb megközelítés oda vezet, hogy a létre az nem változtat azon, hogy a fal az fal, akkor továbbra is falnak tekintem a falat, hiába van odállítva mellé egy létre. Ha pedig az a engedékeny megközelítéshez az vezet, az engedményhez az vezet, hogyha a létrát az bejáratnak tekintem, bejáratnak, kiáratnak, akkor a létre az bejárat, kiárat. Ezt mondta tegnap Rav Nahmen és innen folytatjuk ma, és mi meglepő, hogy mivel fogjuk folytatni, az, hogy látszólag rább mondott valamit, ami ezzel ellentétes. Ha, tipikus talmudi kérdés. Mi a már Nachman ha ha a már Nachman a Mishmuel, Anseh, Hatszer, Anseh, mint Peszes, se Sachachu, Villa Irvu, Imje, yesh Lifnem, dako én a seres Vim Láv, a szeresz. ugye, van egy ház, aminek van egy terasza. A terasz alatt pedig van egy udvar, ami egy másik házhoz tartozik. A teraszt és a házat összeköti egy létre. A terasz lakói csináltak egy volt saját maguknak, és az udvar lakói csináltak egy nyírrugót saját maguknak, és egymást nem kötötték össze. Nem, nem, nem közös volt csináltak. ha úgy tekinteném, hogy a létra az egy átjáró a kettő között, akkor ez a tipikus esete annak, amikor valakit kihagytunk az éruvból, valakit be kellett volna vennünk, hiszen egybe tekintem a teraszt a udvarra, és mivel nem vették egymást figyelembe, és a terasz külön csinálta az éruvot, a udvar is külön csinálta az éruvot, ezért úgy tekintem, úgy kéne, hogy ezért úgy, kéne, hogy tekintenem, hogy az érv érvénytelen. És tényleg ezt is mondta Reb Nachman, és azt mondta, hogy csak akkor válik érvényessé ez a két érúv, hogyha van egy kis ilyen ajtó, a, egy egész picike kis ajtó akár, a közvetlenül a létre feljáratánál, vagy lejáratánál, és ezzel kinyilvánította a két terület hogy ők nem akarnak közösködni egymással. És azért, hogyha kilenc külön csináltak éruvot, akkor is az éruv érvényes. Ugye? Ha van egy udvar, ha abból indulnánk, hogy van egy udvar, ami van három ház, akkor az az éruv, amit az udvaron csinálunk, csak akkor tud működni, hogyha mind a három házat bevonjuk az éruvba. Ugye? Itt ugye miről van szó, hogy nem egy udvar van, hanem van egy udvar, meg egy terasz. A teraszra is nyílnak ingatlanok, meg az udvarra is nyílnak ingatlanok a terasz egy kicsit magasabban van, mint az udvar, és azért a kettő között van egy létra. Ha a létra összeköt, ha a létrát mindenképp nyílásnak tekintem, akkor az azt jelenti, hogy a két terület, az udvar és a terasz, azok olyanok, mint egy nagy udvar lennének, tehát nem tudnak egymás nélkül volt csinálni. Mit mond Ravnach? Mert ez valóban így is van, és csak akkor tekinthetem őket két külön területnek, hogyha van egy kis ajtó a létra feljáratánál, vagy lejáratánál. Mit látunk ebből? Hogy a létra az mindenképp összeköt. Nem úgy van, ahogy ezt az előbb idéztük rá a hogy mindig úgy tekintjük a lételt, ahogy tetszik, ahogy esik, úgy puffa. Mindig a saját érdekünkhöz igazítjuk a létre megítélését. Nem, szó nincs erről. A létre megítélése az mindenképp az, ebből a mondásból következően, hogy az egy nyilás, az egy átvezető két terület között. Hogy lehet ezt a két dolgot összeegyeztetni? Azt mondja, a Talmud, ha be bemájász kinan, a a ez egy különleges eset. Mert itt miről beszélünk? Arról, hogy az udvar és a terasz, azok ugyan szintkülönbségben elválnak egymástól, de ez egy minimális szintkülönbség. Kevesebb, mint 10 tefach, kevesebb, mint 80 centi. És ezért számítódnak egybe, kivéve, ha ott van egy kis ajtó. Tehát itt nem azért számítódnak egyben, mert az, a létre összeköti őket, létre nélkül is összekötődnének. Azt mondja a Talmud, ve im, de loige vajá, mir perszesz, ki ka avi dakomai Azt mondja a Talmud, tényleg? Hogyha ez így van, akkor mit segít az, hogyha van ott egy kis ajtó? Akkor mindenképpen egybe kéne számítani őket. És az előbb azt mondtuk, hogy a létre oda van állítva, és nincs ott egy kis ajtó, akkor egybe számítódnak. Mire te most azt mondtad, hogy létre nélkül is köme egybe számítódnának. Mikor nem számítódnak egybe, hogyha van egy bejárat, van egy ajtó a létránál? Oké, mit segít engem ez az ajtó? Az egész, az egész terasz tulajdonképpen egybe mert kevesebb, mint tíz tefákkal magasabb az udvarnál, akkor miről beszélünk? Azt mondja, a Talmud, bebemegú fefesz, ádeszel álmodik, kivind a avid, dákkal és tákkal és túlkölém haha, Szóval, talán úgy kell elképzelni, hogy a terasznak van, már is mutatom az illusztrációt, csak a végére akartam hagyni. A terasznak van egy kis fala még magasságban, és ez elválasztja az udvartól, de ez a fal át van törve, oda van helyezve a létre. Ha csak simán van helyezve a létre, illet akkor az egybefolyik, vagy pontosan létre nélkül is egybefolyna. Viszont, ha van egy kis ajtó, akkor a kis ajtóval kifejeztük, hogy nem kívánunk közösködni a másik területtel. Tamás kérésére már is mutatom az illusztrációt. Itt van az udvar itt vannak a lakosai az udvarnak. Itt van a terasz. A terasz nem magasabb, mint tíz tefák az udvartól. Ezért a két terület egybe folyna. Nem azért folyik egybe, mert van egy létra, hanem amikor létrához, létra nélkül is egybe folyna. Csak akkor nem folyik egybe, ha itt, és ez már nincs ide rajzolva, lenne egy ilyen kis ajtó a létránál. Azt kérdezem, talán, hogy mit segít nekem az ajtó? Mert összes többi helyen is föl tudnék menni. Azt mondja a Talmud, azért, mert itt van körbe egy fal, ami kiemelkedik az ud a teraszt, a teraszt, továbbá, tehát itt már a különbség az több, mint tíz tefák. Viszont van egy nagy áttörés. Ha azt a nagy áttörést, ez egy ilyen tízámás áttörés, akkor az egybe a két terület, kivéve van egy kis ajtó, amivel szimbolikusan elválasztottam a kettőt. <gül> <gül> Kell -e egy kis absztrakciós készség, hogy egy ilyen esetet kitaláljunk. Mármint ugye ez nyilván egy konkrét eset volt. Jó. Ezt a kérdést is megoldottuk, tehát is tudunk tenni ahhoz a megközelítéshez a Rav Nachman részéről, hogy a létra az mindig olyan megítélésű, mint ami nekünk jó. Ha nekünk az jó, hogy tekintjük nyilásnak, akkor nyilás, ha nekünk az jó, hogy úgy tekintjük, mint hogyha nem lenne nyilás, akkor meg az. Amara Juda, Amar Shmuel, Kajszer, Szafai, Beszul, Amais, Filum, Bejöjszer, Mi Eszer, Tairász, Mi Következő mondás. Smueltől idézi Rav Yehuda, és Smuel egyszer azt mondta, hogy ha van egy fal, a fal mellé odaállítottunk egy csomó létrát. Hiába állítottam oda egy csomó létrát, és hiába állítottam oda olyan sok létrát, hogy tulajdonképpen egy egybefüggő 10 ama 5 méter hosszan csak létrák vannak a fal mellett, ami olyan, mintha lenne egy jelentős áttörés a falon. A fal továbbá tovább is fal, ami azt jelenti, hogy a nétrát nem tekintem nyilásnak. Rami lélben a unnevel elávjú, de Ezzel a mondással kapcsolatban a Bruna föltette a következő kérdést a Hudának, amikor Rafhanina szöllőjében voltak. Mi a Mersmúl, a Tajres, meg Hitze a Lav, vagy a Marav Nákban a Mersmúl, a Lansmír, Pesce, Svánsai, Hatze, Sakhova, Lérvi, Mérslepfon, a Deodáka, Vim Láv, hogy szerez? Szóval, hogy lehetséges, hogy ezt mondta, hogy a létrák nem zavarják meg a fal, fal státuszát, és a fal továbbra is fal. Ha egyszer azt tanultuk, ugyanazt az esetet, amit már most az előbb idéztünk, ha van egy udvar, és mellette van egy terasz, és a terasz és az udvart összeköti egy létra, akkor az a két teret össze van kötve, és csak együtt tudnak éruvot csinálni, kivéve ha van egy, a feljáratnál van egy kapu, egy kis ajtó. Mi derül ebből ki? Első ránézésre, hogy a létre az mégiscsak összeköt, a létre az mégiscsak egy nyílás két terület között, egy összekötő két terület között. Akkor hogyan mondhatta Smóly azt, hogy ha egy van egy fal, és mellé van állítva tíz létre, akkor is a fal fal marad. Azt mondja erre a Talmud, Akhme Mája de lőge vajá, miért persze a szar? Ugyanazt a választ adja itt a Talmud, mint az előbb. Egy olyan udvarról és teraszról beszélünk, amik között a szintkülönbség kevesebb, mint tíz fák. És ezért számítódik egybe a két terület. És nem azért, mert van köztük egy létre. Mire megkérdezi a Talmud, hogy ilyge hogy persze ezt a szarakit, avid, ha ez tényleg így van, akkor mit segít nekem az, hogy van egy kis ajtó a létrefeljárójánál? A Talmud azt mondja, hogy ebben megúj, azt mondja, hogy azért, mert ahogy az előbb is mutattuk, a teraszt azért nagyobbik részben körbeveszi egy kis fal is. Nem csak a szintkülönbség választja el az udvartól, hanem a fal is. És, de van egy, egy nagy áttörés ezen a falon, oda van téve a létra, és ott van a kis ajtó, és ezzel a kis ajtóval ezért ki tudom fejezni, hogy elvál, mégiscsak hiába a szintkülönbség kevés, de elválasztom magamat a másik területről. Oké, okay, akkor ezt a kérdést megoldottuk, és tulajdonképpen a létra kérdését is megoldottuk. Tamás szerint ebben az esetben a létre az inkább lépcső. magas most ugye 80 centinél kisebb szintkülönbségre van szó, de könnyen lehet különben, azért a létra kifejezést használjuk itt, ebben nem mélyedtem el, de ez egy lehetséges opció, mert egy átmeneti valamiről van szó. Lehet, hogyha a lépcsőt mondanánk, az úgy hangzana, mint egy ilyen beépített valami, és a lépcső az mindenképp egy áttörés a falon. Gondolom én. Míg a létre az egy átmeneti dolog, amit oda döntök a falhoz, aztán onnan elveszek, és ezért kétes, hogy megszünteti el a, fal elvál a falat, mint elválasztót. Oké. Okay. negyünk tovább. Emlékezzetek vissza, tegnap vagy tegnap előtt tanultuk, hogy ha van egy olyan város, amiben, ami egy nagy forgalmú város. Ezt a nagy forgalmú várost, még akkor is, hogyha most már nem is nagy forgalmú, hanem kis forgalmú, de eredetileg nagy forgalmú volt, nem köthetem össze egyérúvva úgy, hogy teljes egészében az egész város egyérúvú. Ugye ez volt a, a, a jelentős tanulsága a tegnapi tananyagnak. Hanem mit kell csinálnom? Csinálnom kell egy um, egy éruvot, de egy bizonyos részét a városnak ebből az éruvból egy jelölés, egy jelzés. Gyanánt ki kell hagynom. És erről volt a vita um, a bölcsek és a Simon között amiből csak azt mondták, hogy 50 háznyi részet kell kihagyni. A Psiúl azt mondta, hogy három háznyi rész, három udvarnyi rész kell kihagyni. Mindenképpen egy részt ki kell hagyni. A következő kis sztori az egy ilyen esetről beszél. Ha, egy a gyakorlati életben. Hanubnék kekunai. Kekunai városnak lakói. Eljöttek egyszer a azt mondták a Vjaiszefnek, Amrulé, havlan gavlan dele arevlan masszin. Azt mondták neki, adj nekünk egy embert, aki megszervezi nekünk, aki megcsinálja nekünk az éruvunkat. Kekunai városáról azt kell tudni, hogy ez, ez, egy olyan város volt, ami egy nagyforgalmú város volt valamikor, de most már egy kisforgalmú, de mindenképpen továbbra is nagyforgalmú városnak kell tekinteni, és ennek megfelelően nem lehet az egészet egy, egy éruvval összekötni, hanem egy bizonyos részét a városnak ki kell hagyni az éruvból. És azt mondták rá, hogy küld nekünk egy bohert, ez annyira bonyolult ez a, éruk probléma, küldj egy bohert, hogy csinálja meg az érvot. Amelé, la bája zil arev leju, de házé de Elküldte a kedvenc tanítványát, a bájét, rap, jöjszöv, és azt mondta neki, menj, csináld meg nekik az érvot, de ügyelj, hogy úgy csináld meg, hogy utána ne legyen panaszáradat. Azzal, a hanhu de piszkil nehara. Amr A báj elment a városba, és mit látott, hogy Kekunai városnak egy fél első részén volt egy pár ház, ami a folyóra nézett, egy folyó ment el Kekunai mellett. A folyóra nézett, és ráadásul úgy nézett a folyóra, hogy ezek a, <coughs> ezek a házak, ezek csak a folyótól voltak megközelíthetőek. Tehát tulajdonképpen el voltak választva ő, ő, forgalomtechnikai szempontból el voltak választva a, a város többi részétől. Erre a Bája azt mondta, oh, a legpraktikusabb dolog legyen ez az a párház, amit kihagyok az érúvból. Ő ugye azt kereste, hogy lehet az egész várost úgy érúvval összekötni, hogy annak a törvénynek, annak a szabályozásnak is megfeleljen, hogy egy párházat kihagy az érúvból, és kereste, hogy mi legyen a legpraktikusabb, pragmatikusabb megoldás erre, és azt a: ó, oh, nagyszerű, itt van a városnak ez a kis része, ami a folyóra néz, Ráadásul ezt így se úgyse tudnák, ezek a város úgy, úgy, se tudnák használni, mert forgalom technikailag csak a folyótól közel, közelíthetőek meg, akkor legyenek ezek azok, amelyek a meghagyása a városnak. Hadara már, én Marvin Kula, tnán, mik, de így na még egyszer, hadara már, én Marvin Kula, tnán, mik lá, de marve. Utána végig gondolta magába még egyszer, és azt a hoppá, 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 ez mégsem lesz olyan jó megoldás. Miért? Mert mit tanultunk a Misnában? Ha van egy város, ami egy nagy forgalmú város, akkor nem lehet egy összekötni az egészet, hanem meg kell hagyni egy részét. De akkor, ha meg kell hagyni egy részét, az azt jelenti, hogy egy olyan részét kell meghagyni, amit amúgy bele lehetett volna kötni érúval. Ezek a házak viszont, mivel csak a folyó oldaláról közelíthetőek meg, forgalom technikailag Uh, nem uh, voltak megközelíthetőek a város másik részéről, ezért itt se úgyse tudtam volna őket az Éruval egybekötni. Hm. a kávé, de és tudod mit? Mégis legyenek ezek a házak, de áttöröm a falait a házaknak, legyen rajtuk egy-egy ablak, ami a városra néz, és akkor ezt az ablakot mégis úgy tekintem, mint egy összekötőt a város többi része és ezek között a házak között. Így tehát, mivel ez az összeköttetés megvan, belehetett lehetett volna őket vonni az Éruvba elvileg, de én most őket kivonom az Éruvból, és ezzel teljesítem azt az előírást, hogy egy várost akkor lehet egy Éruvval összekötni, hogyha egy részét mégiscsak kihagyom az Éruvból. Hadar még magával elvitatkozott a bája, mert most egy időt ment tovább, és tovább gondolkozott, és azt mondta, Hadar a már de ha a rába már a vlalakulam a hajzap. Ár szájtár is, pirodabé tajrik. De kolchád, vagy de, El le de laj, Azt mondta aztán magában, hm, biztos, hogy ez így van. Biztos, hogy csak azt a részt lehet kihagyni az érufból, az előírás szerint, amit amúgy be lehetett volna vonni az érufba, mert a forgalomtechnikai szempontból ezek a feltételek adottak lettek volna, hogy bevonjuk az érufba. És ez az, amire gondoltak a rabbik, hogy ki kell hagyni az érufból. Hmm. nem, mégsem. Miért? Mert uh, volt egy történet Rábabára Vuában, aki mehhoz a városát egybekötötte, vagy mehhoz a városában csinált éruvot. És hogy csinált éruvot? Itt se lehetett megcsinálni, hogy egy egész várost, már egész mahozát egy egybekötni, mert ez egy nagy forgalmú város volt, viszont nagyon jól megoldotta miért, mert itt a városban ilyen olyan városrészek voltak, amik között volt egy árok, amiben a takarmányt rakták. Most ezek az árkok így is úgy is elválasztották a város egyes kerületeit egymástól, és ezért ezeket a kerületeket külön-külön érú voltak, kötötte egybe. És így meg tudta azt csinálni, hogy mindig a másik városrész volt az, amit úgymond kihagyott az egyikből. De mégiscsak milyen esetben csinálta ezt? Egy olyan esetben, ahol az árkok isűs is elválasztották a városrészeket egymástól, így se úgyse lehetett volna ezeket a városrészeket egybekötni, és mégis úgy tekintette, hogy ez a meghagyás, az, ez egy megfelelő meghagyás. Hm. Tehát akkor mégse kell, hogy a meghagyás, amit kihagyok az Érukból, ez egy olyan terület legyen, amit amúgy bevonhattam volna az Érukba. Aztán azt mondta magában, hadd arra, mert Löjdami, ha szórakoztató, hogy Ibaila Rubidere Gágai, Szváhányila, Imárvé. Jökök návdén kávé, Szerintem nem, de az mégse ugyanolyan. Miért? Mert ott ugyan az árkok elválasztották ezeket a városrészeket egymástól, de a tetőkön keresztül összeértek ezek a városrészek. Tehát ha akartak volna, akkor a tetők összeérése okán, a háztetők összeérése okán meg lehetett volna őket, vagy be lehetett volna ezt őket mind egy vonni. És ezért volt, rendben. Tehát akkor mégiscsak nekem is nétre kell hozni egy olyan állapotot, hogy ezek a házak, amik a Kakanui, Kakuni városnak a szélén vannak, és szeretném őket kihagyni az érúból, azok olyanok legyenek, hogyha a, hogy jogilag meg a lehetőség, hogy bevonjam őket, tehát ez az kell, hogy a falakat áttörjem, és legyen rajtuk egy-egy nyílás. Mi mindig nincs vége, elvitatkozott magával a bája. Ha de már kávé nem illaiba ide a hubei tívna, de a már mert Szerintem nem, mégsem kell. Miért? Mert volt egy eset Pumbeditában, nem Pumbeditában, P Pumbeditában, így van, ahol Pupidita-nak volt egy um, takarmány raktára és ezt a takarmányraktárt hagyták ki az egész várost összekötő éruvból. Annak ellenére, hogy takarmányraktár az nem egy lakhely, és mint ilyen, nem lehetne, vagy nem kellene bevonni az érufba. Mégis ez volt az, amit kihagytak, amikor a, a kihagyás előírását akarták teljesíteni. Mit látok ebből? Hogy az is kihagyásnak számít, amit amúgy nem tudtam volna bevonni az érufba. És végül is akkor arra a végkövetkeztetésre jutott a báje, ezután a, azután, hogy így hosszan elvitatkozott önmagával, hogy lehet ezeket a házakat az éruvból kihagyni, és ezzel teljesíteni azt az előírást, hogy a város csak úgy lehet egy éruval egybekötni, egy kis részt kihagyok belőle, annak ellenére, hogy ezek a házak a város többi részétől forgalomtechnikai forgalom technikai szempontból így is úgy is le vannak választva. Vagy megelégedéssel nyugtázta, és azt mondta, Amár, hájnud Amarli már, azt mondta magában, hm, biztos ezért mondta nekem Ravja Iszef, hogy jól figyeljek arra, Hazilé, de löj, mert szvászalé, be hogy ne legyen utána panaszrám. Mert hogyha áttörtem volna a falakat, és ablakot csinálok, akkor nyilván azoknak a házaknak a lakójének nem örültek volna nagyon. Így viszont meg tudtam oldani úgy a helyzetet, hogy ne kelljen áttörni a falakat, és így is létrehessen hozni az éruvot, és ezért biztos, hogy meg lesznek velem elégedve. Oké. Okay. Ez eszembe jutotta ezt a viccet a pappal és a rabbival, amikor a pap azt kéri a rabbitól, hogy tanítson neki talmudot. És akkor a rabbi azt mondja neki, na jó, de hát a... nem fogom még mondani a viccet, a nagyon hosszú, de a lényeg az, hogy meg akarja mutatni a rabbi, hogy milyen a talmudi gondolkodásmód, és teljesen összezavarja a papot. A bája ugyanezt megcsinálta saját magával, pap nélkül. Elvitatkozó fel, lehet, nem lehet. Nem lehet, de lehet, lehet, nem lehet, nem lehet, nem lehet, nem lehet, 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 nem lehet, és a végén oda jutott, hogy lehet. Oké, menjünk tovább. E, arról volt ugye szó, hogy a várost össze lehet kötni egy érúval, ha kihagyok egy kis részt az érúvból. E, mekkora kell, hogy legyen ez a kis rész? Akkora, mint a Haddosa nevű város, ami egy kis város volt, 50 házzal. Tehát, hogyha van egy nagy forgalmú város, akkor azt a nagy forgalmú várost összeköthetem egy érúval de csak úgy, hogyha nem teljes egészében hiánytalanul egy érúval kötöm, kötöm őt össze, egy kis részt a városból ki kell hagyni, mekkora ez a kis rész? 50 háznyi. Akkora, mint az a Hadosa nevű település, amiben összesen 50 ház volt. Tánya, Amerami Huda, Irákász, Hajszami Huda, de ma tanultuk ennek a városnak a, a kapcsán, azt tanuljuk egy Brájtában, Amerami Huda, Irákász, Hajszami Huda, ma volt egy város, Judában, ugye? Izrael föl volt osztva a Galileára és Judára, a déli részre és az északi részre és a déli részre. És volt ott egy város a déli részen, Judában, Judában aminek az volt a neve, hogy Hadasa, amiben volt összesen 50 eh, ház. A Nosin, Táv, összesen 50 lakos, pontosabban férfiak, nők és gyermekek. Ubahajum és Sárin, Hachamim, és ezt kisvárost, kis települést, mini települést tekintették alapnak. A bölcsek, amikor azt mondták, hogy kell hagyni egy város a nagyvárosból ahhoz, hogy a nagyvárost összeköztessük egy éruval, mekkora ez a városrész, akkor akkora, mint ez a kis település, aminek az volt a neve, hogy Hadosra, és amiben összesen 50 lakos volt. I baj a lejú, Hadosra máú. Talmud felveti a következő kérdést. Oké. Okay. Értjük, hogy ki kell hagyni egy városrészt. Amely városrész akkora, mint maga. Ez a település, amit úgy hívtak, hogy Hadosa. De mi van magával Hadosával? Ez a Hadosa, ő, 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 ezt hogyan, hogyan kell éruholtatni? Azt kérdezi a Talmud Hadosa? Ki Szóval mi a kérdés? Ez a Hadosa nevű település, ez egy nagyobb település mellett volt, és ez maga, ez nem csak egy példaként, egy metaforaként van használva, hanem ez maga egy meghagyás volt a nagy településtől. Tehát a nagy települést öt kötötték össze egy éruval, hogy ezt a agglomerációt, aminek az volt a nem, hogy Kadosa, és amit tulajdonképpen összefolyt a másik nagyvárossal, ezt tekintették a nagyváros meghagyásának, tehát a nagyvárosból való kihagyásnak. Most, hogyha a nagyvárosból a hadosa a kihagyás, akkor a nagyváros a hadosaból kihagyás. Tehát akkor a hadosaiban is nyugodtan lehetett egy teljes érúvat csinálni. Azt mondja, a Talmud el a kény hadosa, mahu. Nem, azt mondtam, hogy félreértesz. Nem magát hadosat kérdezem, mert azt kérdezem, hogyha van egy település, ami olyan, mint hadosa. Milyen volt ez a hadosa? Azt már tudjuk róla, hogy 50 lakosa volt összesen, de azt kiderül most, hogy ez egy olyan település volt, ami régen egy nagy forgalmú település volt, és most ilyen minimálisan lecsökkent a forgalma, hogy csak 50 lakosan összesen, de továbbra is nagy forgalmú te településnek kell tekintenünk, ahogy ezt a Mista már korábban kifejtette. Tehát ki kéne hagynunk belőle egy kis részt. De mekkora ez a kis rész? Ha a kis rész az mindig akkora, mint hadas és itt egy olyan településről beszélünk, ami összesen akkora, mint hadasa, akkor mit kell kihagynom belőle? A Funa, Ráv, huda, Júda, Hádamar, Bajos Júra, vagy Hádamar, Lai Bajos Júra. A funavrám azt vitatkoztak erről, az egyik azt mondta, hogy valamit azért ki kell belőle hagyni, másik azt mondta, hogy nem kell kihagyni. Nem tudjuk, hogy melyik mondta melyiket. Uh, Larissa azt mondja, hogy Pestet nem lehetne beírugozni úgy, hogy ne hagyjunk ki valamit. Um, igen. Azt hiszem, hogy igen. De ráadásul különben azt hiszem, hogy uh, igen. Oh. Oké. Rápsimain, hogy a Sala és Ugye vita volt, hogy mennyi ez a kihagyás. Eddig, uh, eddig ugye azt mondtuk, hogy ez akkora, mint a hadosa. 50 ház. De ugye volt Rep Simon vélemény, aki azt mondta, hogy három udvar. most kiderül, hogy van egy harmadik vélemény, amit a Mishnah nem idézett, de a Brájtában benne van. Amaraf Hama Bar mert rá Lach Rep Simon. Először is a Halakhaz Rep Simon. Nem kell 50 ház, hanem elég három udvar. De mi itt a filmbájsz azt mondta, hogy elég csak egy udvar és egy ház. Hadszer ráhász egy udvar? De nem, nem. Elején a bájsz elhagy, hogy hadszer Egy udvar, amiben van egy ház. Ez már elég kihagyás. Tehát az egész város meg lehet úgy csinálni, hogy egy udvart ö, ö, hagyok meg egy házzal. Különben, hogyha a hálá, hát tényleg nem is simon, még Larissára visszatérve, akkor meg lehet Budapestet úgy csinálni, Különben Budapestet nem lehetne, mert Budapest az biztos, hogy két város, Buda és Pest, ebből a szempontból, de meg lehetne úgy csinálni Pestet, hogy akkor csak három udvarnyi részt hagyok ki belőle. Mert azon gondolkoztam, hogy igazából Izraelben az éruvokat hogy csinálják, mert ott az a legtöbb városban van éruv, és ott tényleg kihagynak-e valamit, ennek utána kellene nézni, hogy halakikus szempontból ma ezt hogy csinálják. Ameliá Bálya nevű Iszrev, Hadrabi és Marajszvar, amikor Iszvag azt mondta, hogy egy ház egy udvar, egy udvar egy házza, akkor ezt miből vette ezt? Valahogy kikövetkeztette valahonnan, valahonnan tovább örökítették rá ezt a tanítást, vagy pedig ez csak egy logikai dolog volt. Ezt kérdezte a Bálya. A Jöjszöf, a mester azt mondja nekem, majd mina. Nem mindegy neked. Itt se úgyse a nem Jitzchak az, akit követ a halaká. Szóval kit érdekel, hogy miért mondta azt, amit mondott? A meleg, marag, mőz, hey. Mert azt mondja neki na ne. Én szeretnék tanulni, szeretnék megérteni azt, amit tanulok. A gemara az nem csak egy ilyen dalocska, amit el kell dalolni utána. Uh, ez, egy, ez egy visszatérő mondás, amikor valaki feltesz egy kérdést, és a kérdésre az a válasz, hogy nem mindegy, akkor el azt szokták mondani, hogy ne hagyj már, mi, mi, az, mi, az, mi az, hogy nem mindegy, hát én tényleg szeretném érteni azt, amit tanulok, még akkor is, hogyha ennek nincsen halachikus uh, uh, jogkövetkezménye. Oké, okay, ezzel befejeztük a, ezt a témát, és egy új misnához értünk, mely visszatér a mi kedvenc témánkhoz, a szombat határ kérdéséhez. Ugye eddig az udvarról beszéltünk, udvarok összekötéséről, társításáról, én hat szélöisz. Most visszatérünk az én tchumim, a tchumhoz. És a következő esetről lesz szó. Mi se hajja be mizrak, lebb be Be ha Ha valaki a városon kívül állt, nem sokkal a városon kívül. És a fiának azt mondta, te, a város nyugati oldalán valaki keleten volt. És azt mondta a fiának, hogy nyugatra tegyél ki egy Vagy nyugaton állt, és azt mondta a fiának, keletre tegyél ki egy éruvot. Most a kettők között volt a háza. Úgy kezdjék el, hogy ő áll a város keleti oldalán, a háza tőle nyugatra van, és az volt, azt mondja a fiának, hogy tegye a házán túl a szombathatárt kitoló székhely áthelyezést, azt tegye a házán túl a nyugati végébe a városnak. Vagy pont fordítva, nyugaton áll a háza a házától nyugatra, és azt mondja a fiának, tegyél ki egy éruvot, a házamtól tovább keletre, és oda az legyen a székhelyem, azért, hogy onnan számolva 2000 ámát tudjak menni. Mit mond erre a Talmud? Im és én a pályám alé ruvaj, a pályám al ulej ruvaj, jöjj szemi kám, utána vészi ruvaj, lé ruvaj a vészei ama, ulej Ugye az a kérdés, mert ő a, a házán kívül volt, Uh, nem a házán, a városon kívül volt, és akkor itt két uh, viszonyítási pont is van. A háza, meg a fia által kihelyezett székhely áthelyezés érúv. Akkor azt mondja, attól függ, hogy melyik volt tőle 2000 amára. Ha a háza van közelebb hozzá, akkor a háza számít, és a háza, háza a székhelye. Ha az, amit kihelyeztek, uh, az van 2000 már ára tőle, akkor az, az a kihelyezett érúva az, ami az ő székhelye. a Talmud majd felfogja tenni ezt a kérdést, hogy elvileg, ahogy eddig elképzeltük ezt az esetet, ez mindig úgy nézett ki, hogy a székhelye, az érúvja, az messzebb van, mint a háza, mert ő áll a házától nyugatra, és a fiának azt mondja, hogy a házán túl keletre rakjon ki egy érúvat. Akkor hogyan képzelhető el az az eset, hogy a háza messzebb van, mint az érúvja, a kihelyzett ugye közelebb van, mint a háza. Erre majd vissza fogunk térni a Talmudban. Oké, okay. következő eset, amiről a Talmud beszél. A női ruva ruvaj, be ír, le a valaki kihelyezett egy éruvot a, a város határon belül, tehát ugye itt a a város határon belül ezt úgy értjük, hogy nem biztos, hogy a város határon belül, de azon a négyzeten belül, amiben a város benne van. Ugye azt mondtuk, hogy mindig a város köré először rajzolunk egy négyzetet, és onnan számoljuk a humot. Tehát, hogyha ezen a négyzeten belül helyezte ki az éróviát, azzal, hogy onnan, tehát ezzel, ezzel hosszabbítsa meg a, a bejárható területet, akkor igazából nem csinált semmit. Miért? Mert az egész négyzet, ahogy tanultuk, az egy egységnek számít. Tehát Izsű is a négyzet határaitól tud 2000 ámát menni. ha a belül mozgatta a székhelyét, azzal semmi, semmi jót nem tett, semmit nem ért el. a filo achas, más a Ha viszont kihelyezte a szombat határon kívül az éruvot, akkor akár csak egy ámával, akkor amit megnyert, azt elveszített. Ugye, hogy képzeljük ezt el? Hogyha én a városban vagyok, és akkor a várostól 2000 át mehetek bármelyik irányba, ugye a város négyzetének a határától. Ha én mondjuk ebbe az irányba akarok elmenni, keletre, és a keleti szombathatáron túl kihelyezek csak egy méterre, a székhelyemet. Kihelyezem a székhelyemet. Ez én van. Akkor mennyit mehetek onnan? A, igazából egy ámát nyertem, mert így is úgy is a város határ... így is, úgy is a... a, a e, így is úgy is 2000 ámát mehettem volna. Bocsánat, még egyszer. Van a város. A város körül van egy négyzet. A négyzettől számolok 2000 ámát. Ugye, hogyha a város határ kívül, akár egy méterrel helyeztem el a székhelyemet. Ha a városhatáron belül helyeztem el a székhelyemet, akkor az ö, teljesen mindegy, hogy hol van a székhelyem a városhatáron belül. Ha a városhatáron kívül helyeztem el a székhelyemet, ha egy méterrel csak a városhatártól mondjuk, akkor mennyivel mehetek többet egy méterrel. Viszont a másik irányba elveszítettem a dolgot, mert onnantól fogva már a székhelyem az ö, ö, nem az egész város, hanem csak az a pont, ahonnan ö, Uh, ahol, elhelyeztem a, a székhelyemet. Megpróbálom lerajzolni, és ugye megmutatom nektek a rajzot, és akkor értető lesz. Ez a város határozó, határoló négyzet. Ha nem csinálnék semmit, akkor mehetnék a négyzettől minden irányba 2000 alá. Ha a város határon kívül helyezem el a székhelyemet, akkor az a probléma, hogy a innen ugyan nyerek egy álmát, mert innen most már 2001 ámát mehetnék a város határtól nézve, de megszűnik az a, a privilégium, hogy az egész terület az egy egységnek számít. Tehát innen kell mérnem a 2000 ámát, és nem innen. Tehát nyertem ebbe az irányba, de sokkal többet veszítettem ebbe az irányba. Oké. Okay. E, és akkor térjünk vissza, ezzel befejeztük a misnát, térjünk vissza a Gemara által a misna elejéhez. a misna elején miről volt szó, hogyha én a városhatáron kívül vagyok, mondjuk, és a házamtól nyugatra. És azt mondom a fiamnak, a, a házamon túl keletre rakja a székhelyemet, hogy ne a házam legyen a székhelyem, a házamon túl keletre, hogy ott onnan számolódjon még tovább keletre a 2000 ámán, akkor ez így rend, eh, csak akkor van rendben, hogyha az, az a székely, amit kihelyezett, az 2000 ámán belül van hozzám képest, a jelenlegi helyemhez képest. De ha nem így van, akkor az, az, az nem a székhelyem, hanem a, há, a házam a székelyem. És a Mista úgy fogalmaz, hogy ha a házam van közelebb ebben az esetben, akkor a házam a székhelyem, ha az Érú van közelebb, akkor az Éru a székhelyem. És ezt nem teljesen értjük, hogy ez hogyan működhet, hiszen mindig úgy értettük eddig, hogy a házam közelebb van, mint az a székhely, amit a fiamtól kértem, hogy helyezzen ki. Ha tényleg így értelmeznénk, akkor ez azt jelenteni, hogy mindig a házam az közelebb van hozzám, mert mindig úgy értelmezzük, hogy a házamon túl keletre, vagy a házamon túl nyugatra tegyed le a, az érugot. Most ha ez így van, mindjárt mutatom nektek a rajzon, ha ez így van, nézzétek meg, tehát itt vagyok én, itt van a házam, és azt mondtam a fiamnak, hogy tegyél az éruvot. Akkor mit jelent az, amikor azt mondja a misna, hogy ha éruvom van közelebb, mint a házam, akkor az érúvom az a székhelyen. Mindenképp a házam van közelebb, mint az éruvom. E

még egyszer, vagyok én, van a fiam, a, én a fiam és a házam között vagyok. És azt mondom a fiamnak, hogy tegyen ki éruvot ö, a, ne, a házammal ellentétes irányba. Nézzétek meg a rajzot. Tehát itt van a házam, itt vagyok én, itt van a fiam, és az éruvot ide teszem. Az a kérdés, hogy mi, hogy mi van 2000, 2000 ámán belül? Ha a házam van kézzel van belül, akkor a házam a székhelyem. Ha a, a, a éruf kirakott érű van kézzel van belül, akkor az érő a székhelyem. Majd jön egy harmadik magyarázat, hogy lehetséges az is, hogy arról van szó, hogy itt van a házam, itt vagyok én, és mindegy, valahol van a fiam, és, és így egy háromszöget alak, alakít az, a, az, a, az, a, az, ahogy ki van helyezve az érő. És akkor itt, az, itt a kérdés, hogy a házam van közelebb, az éru van közelebb, a házam van ilyen 2000 álman belül, vagy az éru van ilyen 2000 álman belül, és ennek megfelelően tekintem a, vagy a házamat, vagy a kihelyezett éru volt a székhelyemnek. Oké. Okay. Következő dolog, a következő eh, a Talmud foglalkozik, az ugye az, hogyha volt egy ö, város. Én benne vagyok a városban, és a város határon kívül helyezem el az éruvomat, akár csak egy méterrel, akkor egy méterrel abba az irányba megnöveltem, hogy mennyit mehetek, ugyanakkor ugyanannyit elveszítek a másik irányba. Erre azt kérdezi, a Talmud, csak annyit veszitek, mint amennyit, el, mint amennyit nyertem a másik irányba? <coughs> Ugye a logika az nem ez lenne, a logika az lenne, hogy elveszítem, ahogy én is magyaráztam, a teljes, a teljes város által adott privilégiumot. Ugye a város privilégium az mi? Hogy nem a székhelyemtől számoltam a 2000 -ám át minden irányba, hanem annak a városnak a falaitól, vagy négyzet, ráadásul a négyzettől, ami a város falai körül van, most az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy a város falaitól, amiben a házam van. Tehát akkor, ha én középen vagyok a városban, akkor a város külső falától, a külső keleti falától 2000 ámát mehettek keletre, a város külső nyugati falától mehettek 2000 ámát nyugatra. Ha én a város keleti falán egy kival kiebb helyezem a székhelyemet, akkor ugyan keletre nyertem egy ámát, de nyugatra nem csak egy ámát veszítettem, hanem elveszítettem a teljes város, a városnak a teljes mé méretét, mert ugye korábban a város nyugati falától tudtam volna 2000 már menni. Most meg nem a város nyugati falától tudok 2000 menni, hanem a keleti falán egy méterrel kívül helyezett új székhelyemtől. Tehát akkor nem egy nem annyit vesztek a másik irányba, mint amit nyertem az egyik irányba, hanem sokkal többet. Ahogy ezt tanultuk is. Van a tánya, a nőszín, a nőszín, a hogy tanultuk egy rájtám, hogyha valaki a határon belül mozgatja a székhelyét, akkor az ugye nem számít semmit, ahogy mi is mondtuk. De Nosna i chutzle i bura shenira fila ama achas mi stakir oysa ama. Un mafsid Viszont, hogyha a város kívülre helyezem el a székelyemet, akkor megnyerem azt abba az irányba, amennyivel a város kívül helyeztem el az érvomat, de az egész várost elveszítem. Értsétek, hogy um, értsétek, hogy miről van szó, itt is van egy gyönyörű rajzocskánk. Tehát alapból a, ez a város, ez a város köré rajzolt négyzet. A négyzettől 2000 ámát mehetnék erre alapból, és 2000 ámát mehetnék erre alapból. Én ide elhelyeztem az érómat. Itt valóban nyertem egy egyámát, tehát megnyertem azt, amit a város ö, ha, ö, körüli négyzettől ö, számított plusz, plusz ö, távolság. Tehát keletre most 2001 egy mehettek, és nem 2000-et, viszont nyugatra csak innen számolva 2000 átmát át tehát épp hogy csak el tudok jutni a város végéig, de ezt mind elveszítettem. Azt mondja a Talmud, akkor ez hogyan egyeztethető össze azzal, amit a Misnában mondtunk, hogy annyit veszítek. A, a, másik oldal, mint amit nyertem az egyik oldalon. Nem annyit veszitek, sokkal többet veszitek. Azt a Talmud, hogy a kássé, kalszami, dalszai, be, ír, kalszami, be, ír. Azt mondja, a, színe, a Talmud, attól függ. Attól függ. Most jön egy csavar a történetben. Ha, ha onnan számítva a város felénél él véget a 2000 áma mert kihelyeztem a város keleti túl egy méterrel az én És onnan elindulok nyugatra, és ez nem, nem is tudok a város végébe jutni ahhoz, Nyugati végébe jutni, és már vége van a 2000-ának, tehát mondjuk a város felénél van vége a 2000-ának, akkor, akkor jogos, akkor igazad van, akkor tényleg minden, mindent buktam. Nem csak annyit buktam, mint amennyit nyertem kelet irányba, hanem az egészet elbuktam. Ha viszont a város végéig el tudok menni, akkor úgy tekintjük, mint ahogy ezt Rav Idi mondta, hogy továbbra is olyan, mintha a város lakó lennék, és ezért a város nyugati falától is továbbra is 2000 ámát tudok mérni. Ahogy a mondta, olyan majd hogy azt hogyha az én székhelyem a városon kívül van, de, és a városon kívül, de azért közel a városhoz, és elindulok befelé a város irányába, és a 2000 ámának a város közepén van vége, akkor ennyi. Akkor én lőj aír, a hogy csak eddig mehetek kalsza, mint azt, hogy szajfa ír, le ír kula a Ha viszont el tudok jutni a város végéig, akkor újra az egész város egyetségnek tekinthető, és akkor ismét mehetek a város nyugati falától is 2000 amát. Amár Ör... Ravidi, Amár Rabidi, én élő, el a ne Azt mondta muszáj -e ezt hozzátennem, hogy ugyan én ezt mondtam, Rabbi Schubert Lévi nevében, de őszintén szólva a logikát nem látom benne. És azért valószínűleg Rabbi Schubert Lévi sem egy logikai levezetésből mondta mindezt, logikai alappal mondta, hanem divre ne viais. Ez valamilyen profécia, ami azt jelenti, hogy ezt megkapta ezt a törvényt, ezt, ezt, ezt ő hallotta az ő mestereitől, ők az ő elfogadták, de hogy igazából a logika nincs meg benne. Miért? Ki málgi kalszabb hacír, málgi kalszabb Mi a különbség? Kit érdekel, hogy hol ér véget a te humod. Mindig annyi a, a trumod, amennyi a 2000 áma. Miért válik, hogyha végig tudsz menni a város legvégéig, akkor miért válik meg ismét az egész város olyannál, mint hogyha a város lakó lennél? Itt állunk meg, ezt a kérdést fogjuk folytatni, vagy ma este, vagy holnap reggel, azt meglátjuk, hogy sikerül-e összehozni, hogy ma este szaladjunk előre a tanulásban, előre bepótolva azt, amit majd a hétvégén kihagyunk, ezt fogjuk időben jelezni. Összefoglalva a mai tananyagot, tanultunk a létráról, hogy a létra az megszünteti-e a városfal, vagy megsötte a fal, fal jellegét vagy sem, aztán tanultunk arról, hogy mennyi az a terület, amennyi ki kell hagyni a nagyvárost egybekötő érúvból, ahhoz, hogy az az Éruv érvényes maradjon, aztán beszéltünk arról, hogy ha az érúvomat kihelyezem a városon kívülre, akkor az milyen módon változtatja meg a város milyen módon változtatja meg a szombat határomat. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, mindenkinek továbbra is git majed, egy jó ünnepet kívánok. Ma a dimleszim ha, gim uzmanim lesz